Munkagépek zajától visszhangzik a szabadkai korzó. A zöld szökőkút felújítási munkálatai zajlanak, szerdán megkezdték a gránit és kerámia lapok eltávolítását. Közel 10 éve állt üzemen kívül ledeszkázva a szökőkút, mire több éves vita után Szabadka polgármestere Bogdán Lábán javaslatára tavaly év végén befejezték az új szökőkút projekttervét, amely a teljes térfelújítást magába foglalja. Predrag Radivojevic, az útfenntartó várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat igazgatója szerint a zsolnai kerámiából készült szökőkutat nem lehet megmenteni. Ez is közrejátszott abban, hogy egy korszerűbb terv mellett döntöttek, amely beleillik az új színházépület látképébe is. Egy modern projekt megoldásról van szó, egy földszinti szökőkútról, amely 5 koncentrikus körből áll, 61 vízköpő és 16 úgynevezett Rainbow Jet vízköpő található benne, tehát egy lapos csobogó oázis lesz. A kivitelező szerint az új szökőkút téli karbantartása nem igényel külön odafigyelést, ha elzárják a vizet, akkor a tér bármilyen célra használható. Ez egy modern megoldás műszaki és vizuális szempontból egyaránt. Figyelembe vettünk minden szükséges követelményt, ugyanis a projektum kidolgozása alatt konzultáltunk a Községközi Műemlékvédelmi Intézettel, az építési igazgatósággal és a községgel, és minden javaslatukat beépítettük ebbe a szökőkútba. A munkálatok befejezésének ideje 6 hónap, vagyis az új szökőkútnak 2020. augusztusára kell elkészülnie. A projektum értéke 123,5 millió dinár.